adásában, és már is érkezett egy SMS üzenet, jó, de jó, szeretem az új holdat, jó magyar tanár, jó magyar zenével. Ezek szerint vagy egy nagyon régi rajongótokról van szó, vagy pedig már ez az illető, aki most elküldte nekünk az SMS-t, hallott titeket, pontosan 2 évvel ezelőtt jártatok itt a Lánchíd Rádió stúdiójában, Krasznahorkai László és Ellenpárt György az új hold képviseletében. Szép jó estét, sziasztok! Jó estét kívánunk, köszönjük a kedves hallgatókat! Ugye éppen az imént kint mondtam, hogy majdnem napra pontosan 2 évvel ezelőtt voltatok itt, akkor a Bájoló című albummal. Feltételezem, hogy nem csak nekem okoztál örömet, és okoztatok a zenekarral örömet, hogy előrukkoltatok a második albummal, hanem például a hallgatóink közül is jó néhányaknak. Mert hogy a verseket elénekelni, megzenésíteni jó, viszont ugye hát ez is már több műsorban kiderült, cseppet sem egyszerű feladat. Az album címe Elillant évek szőlőhegyén, ugye Aditól vettétek kölcsön az idézetet, található természetesen az albumon egy azonos című vers, sőt zene is. Elillant évek szőlőhegyén készült ez a mostani album, mert hogy ugye 2 év is elillant azóta, hogy itt jártatok, Laci. Igen, ez egyébként nem tudatos volt, hogy mondtad, hogy körülbelül, vagy majdnem pontosan ilyenkor jártunk itt 2 évvel. Hát ez a lemez már sokkal hamarabb kész lett volna, de hát ugye nem könnyű tető alá hozni egy ilyen produkciót. Nem akarok kukacoskodni, de financiális problémák adódtak, vagy logisztikai, vagy valami más, ami miatt összes csúsztatok. Na, ez ilyen sorrendben, oké, jó. Mert hogy ezeket ismerjük, más zenész kollégák is elmondták már. Igen, tehát mint tulajdonképpen már tavaly nyáron felvettük ezt az anyagot, ugye nyers formájában, de aztán még, hogy végső formába öntsük, arra egy külön hangmérnököt kellett nekünk keresni, és egy kedves jó ismerősünk segített ebben, baráti alapon, de ugye ennek van egy olyan hozadéka is, hogy ugye nem lehet sürgetni a dolgokat. Tehát ez már tavaly kész volt ez az anyag, de mostanra sikerült végső formában önteni. Gyuri, mennyit változott a zenekar körülöttetek? Mert ugye, ha igaz, a csiripelnek a madarak, akkor ugye itt hát bővült a kínálat. Hát sok mindenben megváltozott. Mikor ugye Lacival elkezdtük ezt az egészet csinálni, akkor ketten csináltuk, és tulajdonképpen én csak ilyen zongora kíséreteket adtam Lacinak a gitár témáihoz, meg énekéhez, és mostanra pedig kiegészültünk már basszusgitárral és dobbal, úgyhogy már tulajdonképpen ez egy rockzenekari felállás lett, és az a lemezen is jól hallható. Na pont ez jutott eszembe, Laci, hogy akkor más a hangzás is, nyilván már az iménti felvétel meghallgatása után is ezt nyugtázhatjuk. Az, hogy rockos irányba mozdultatok, az hát nyilván szándékos, de vagy miért? Hát talán azért, mert nem tudunk kibújni a bőrünkből, ugye. Emellett is játszunk más zenekarokba, rockzenekarokba, és a régebbi zenekaraink is milyenek voltak. És ugye visszatérve az előző témához, hogy 2 év telt el az előző lemez óta, tehát azért nem csak arról van szó, hogy itt nehézségekbe ütköztünk, hanem bizony ezzel már sokkal több munka volt. Hiszen az első lemez 2 év, még tényleg azért vettük fel, hogy legyen egy bemutatkozó anyagunk, még hogyha az nem is egy csúcs szuper hangzás, és nem a lehető legigényesebb. Az tényleg annyi volt, hogy szólaljon meg valahogy, meg tudjuk mutatni, és egy szál akusztikus, tehát zongora, egy kis dobkíséret vagy csörgő, itt már jóval több hangszín volt, többféle hangszer, úgyhogy jóval többet kellett dolgozni ezen az anyagon. Akkor valószínűleg igaza lehet annak a hallgatónak is, aki a következőket írja nekünk, Krasznahorkai is beérett, mint egy jó bor. Nagyon szépen köszönöm. Aztán megkaptuk azt a kérdést is, amit a múltkori műsorban is, feltételezem, hogy most megint mástól, ez a Krasznahorkai, az a Krasznahorkai? Hogy egyébként készülvén erre a kérdésre, azt is mondhatnám, hogy az, attól függ, hogy melyik a másik. Nem az író, hanem a zenész. Igen, olvastam el egy-két helyen, amikor bizonyos fellépésekre készültünk, és a sajtóban itt-ott jelentek meg programajánlók, és akkor így olvastam, hogy a Krasznahorkai László által alapított zenekar nem az író, hanem a zenész. És ezt már többször felvetették egyébként, hogy nem szeretnék-e valami megkülönböztető jelzést. Ugyanezt akartam én is kérdezni, egy kis betűt valahol. Gondolkodom rajta egyébként.
gondolom, mert ezzel ugye az ember megtiszteli a másik művészt is alkotó ember, tehát ugye a Krasznarkai László írót, hogy valamilyen, hát eddig még nem jutottam el oda, de terve van véve, igen, valóban, mert ez zavaró lehet, hogy ugye, ráadásul, tehát egy irodalmi vers megzenésítő zenekar is egy irodalmár, tehát valóban. Pont ez jutott eszembe most megint, hogy ugye nem is áll messze egymástól a két műfaj, akkor ugye lehet azt is gondolni, hogy atya és gyermeke, lehet azt is gondolni, hogy egy és ugyanaz. Igen. Ez olyan, amikor például Horváth Attila kiváló hazai ugye, dalszövegírónk ült itt velem a stúdióban, éppen jubileumot ült, nem is elsősorban magát ünnepelte, hanem őt ünnepelte a közönség és a kollégái, és hát érkezett olyan dicsérő SMS, hogy milyen szépen énekelt azon a bizonyos táncdalfesztiválon, ugye? Mert hogy ott volt egy azonos nevű énekes, aki viszont nem az a Horváth Attila. Na, szóval ennyit arról a Krasznahorkai Lászlóról, aki itt ül mellettem, és hogy egy picit azért megerősítsük azt az SMS üzenetet is, ami arról szól, hogy jó magyar tanár, jó magyar zenével. Tanítasz is még mindig? Igen, igen, természetesen. Tehát most már nem, illetve még mindig nem mondhatjuk el, hogy akkor csak a zenéből meg lehet élni? Meg lehet élni a zenéből, de nagyon nehezen. Magyarországon nagyon keveseknek sikerül, ráadásul úgy, hogy saját zenét játszik. De én nem panaszkodom, mert tehát nagyon szeretek tanítani, és mellette pedig csinálom ezt is, és ez így kerek egész lesz. Gyuri, neked hogy áll össze az életed, nyilván az új holdal a részeként? Hát... Mennyi tudsz-e rá elég időt szállni? Hát nem könnyű, mert sok mindent csinálok, és jelenleg diplomázni fogok a Műszaki Egyetemen, építészmérnökként fogok végezni jövőre, nyáron, és emellett pedig három működő zenekarban zenélek, úgyhogy ezek között próbálom megtalálni az egészséges egyensúlyt, ami nem mindig könnyű. De azért igyekszel. Igen. 0637-149-67-20, szép jó estét kívánunk kedves minnyájuknak, és elsősorban azokat szeretnénk keblünkre ölelni, akik nem csak hallgatnak minket passzívan, hanem SMS-eket küldenek nekünk, véleményt nyilvánítanak, kérdéseket tesznek föl, ne adj Isten, újabb rímeket, költeményeket is elküldenek nekünk, mint például Laci, aki nem is olyan régen berobbant ide az egyik műsorba az általa küldött költemények segítségével. Nos, Laci megint küldött nekünk nem is akármit, ezzel is folytatjuk rövidesen, és természetesen a további SMS-ekkel is, 0637-149-67-20. Az újhold színeiben Krasznahorkai László és Hellenpárt György a vendégem a ma esti műsorban. Babics Erdély című verse következik, hallgatjuk az újholdat. Metélő csúcs
Laci, nagyon szépen köszönöm az újabb verset, amit elküldtél, és megkeresem majd azt is, amit délután küldtél. Oké, megpróbálom tolmácsolni, de egyre durvábbak ezek a nyelvtörők. Görbebögre, kőnek csörren, törtenzörren, görbebögre, fröccsen közben, kőre, körbe, körtelőre, csöppet, löttyen, szőkenőre. Szőkenőcske bőszem förmed, s könnyez közben. Köszönjük szépen, és akkor nézzük tovább az üzeneteket. 0637-149-6720. Azt írja valaki más, sok volt a magyar doga javítás, ezért nem maradt idő a zenélésre, Laci. Most ezt nem értem, tehát ezt most hogy kell érteni. Igen, tulajdonképpen furcsa a kérdés, mert pont hát itt azt próbáljuk bizonygatni a ma esti műsorban, hogy Krasznahorkai úrnak jutott ideje a zenére, ugye? Igen, igen. Nem javított dolgozatot idén. Hát nem is iratott dolgozatot. Igen. Réka kedves, köszönjük szépen az üzenetet, amit szintén megkaptunk, nyugodt, békés napokat a maradék évre, és azután is. Hasonló jókat önnek is természetesen kívánunk. 0630-749-6720, ma este is interaktív a folk, a vezér, üzenjenek, kérdezzenek, tegyék fel kérdéseket, alkossák meg véleményüket a műsorunkkal kapcsolatban. Most jön az a kérdés, ami nagyon fontos, és tudom, hogy nem egyszerű rá válaszolni, főleg amikor hát amúgy is a bőség zavarával küzdik a magyar, mert hogy annyi kiváló költő van. Honnan merítettetek ezúttal is? Milyen alapelvek lebegtek szemeitek előtt? Hát kicsit ismételni tudom magam, amit már korábban is elmondtam, hogy nyilván mivel irodalomtanár vagyok, ezért gyakran találkozom versekkel, és nagyon sok megihletett, szinte felkínálja magát, hogy megzenésítsem. Most bocs, hogy félbeszakítalak, és rögtön már most vitatkozni kezdek veled, de azért itt rengeteg olyan vershez is hozzányúltatok, sőt, szerintem több az ilyen, ami nem hogy a kötelező tananyagban nincs benne, hanem egyáltalán nem is ismerik sokan. Ami ugyan szomorú is lehet, hát de... Most nem úgy kell ezt érteni, hogy mint irodalomtanár, hogy a kötelező eladott versekből választok, hanem nyilván azért mellette is olvasok. Na de lehetnél verseket, Pék is. Tessék? Lehetnél Pék is, aki szereti a verseket. Ez így van, csak így, hogy így napi szinten vagyok kapcsolatban, és így... Világos, és azért akarok mindenképpen vitatkozni veled, Laci, nehogy véletlenül valakit ugye bevigyél az erdőbe, és félreértse a dolgokat, tehát nehogy úgy tűnjön az egész, hogy ha már magyar tanár vagyok, és állandóan versekkel kell találkoznom, akkor gondoltam, hogy hasznosítom is. Nehogy kárba vesszen az idő. Jó, nem piszkálok, értem. Tehát találkozol sok verse, szereted a verseket, hát ez nagyon helyes. Igen, és tehát nem mondanám azt, hogy ebben ilyen nagyon nagy tudatosság van, hogy például összeállt ez a lemez. Nyilván azért megrostáltuk, több dal is volt, hogy mi legyen rajta, és ha valaki végignéz az album anyagán, akkor látja, hogy ezen is, mint az előzőn is vannak alkalmi versek, kimondottan felkérésekre született költemények. Ezeknek én örülök egyébként, mert magamtól lehet, hogy nem jutna eszembe. Tehát itt ugye láthatunk itt a Trianon emlékünnepségre született vers, az imént hallott Erdély, Pilinszkitől van több láger vers tulajdonképpen, akkor a Talitól október 6, tehát itt is vannak ilyen költemények, amelyek külön felkérés, hogy egy Pilinszki estre hívtak meg minket, elvállaltuk, de még egy darab Pilinszki vers nem volt, és akkor ezek így rákerültek. Egyébként most november elején pedig ugye Vörös Sándor centenárium van ebben az évben, úgyhogy egy kedves barátom kért fel, hogy egy Vörös Sándor emlékes, és akkor Vörös Sándor verseket csináltuk meg, és ezeket már a koncerteken is játsszuk. Tehát most jött ki az új lemez, de már van 6 Vörös Sándor vers, amelyek valószínűleg rajta lesznek a következő lemezen is. Mi a helyzet a többi verssel? Mert hogy ugye itt azért vannak még József Attila versek, Juhász Gyula, Adi. Igen, még annyit akartam hozzátenni, hogy ha mondjuk valaki esetleg kötözködni akarna, vagy bele akarna kötni a költők kiválasztásába, vagy egy József Attila, Adi, Kosztolányi, tehát hogy lehet, hogy lehetne azt mondani, hogy nem annyira trendi. Most ezt olyan értelemben mondom, hogy mondjuk akkor lehet, hogy trendi lenne Petri György, aki szintén kiváló költő volt, vagy inkább hozzánk közelebb eső időben, vagy Tandori Dezső, vagy sorolhatnám, vagy... Tehát azért is mondom, hogy itt nem... Tehát
egyszerűen ezek a versek inspiráltak arra, hogy hozzájuk nyúljunk és megzenésítsük. De természetesen van, ami tudatos, például Kosszoványi Dezső, ha 40 éves elmúltál, az tulajdonképpen a Hajnali Részegség című versnek az előzménye, sokkal rövidebb verzióban, azt viszont tényleg meg akartam zenésíteni. Tehát nem csak belébotlottam, hanem régóta ismertem, és szerettem volna, igen. Érdekesek egyébként ezek az alkalmak, amikor az ember találkozik egy-egy verssel, mert adott esetben nem is feltétlenül érti, hogy mi az, amit hall. Hát Somlyó Zoltán a Szűk Könyök utcán című verse volt az egyik kedvenc versem nagyon-nagyon sokáig. 6 évesen hallottam először a Vers Mindenkinek adásában, a Felejthetetlen Kálmán György tolmácsolásában, és nem voltam benne biztos, hogy legalábbis ugye egy utólag picikét bölcsebb fejjel azt gondolom, hogy nem értettem minden sorát, de nagyon tetszett, azóta is kívülről tudom az egész verset. És az is eszembe jutott, miközben hallgattalak, Laci, hogy relatív, hogy melyek azok a körök, ahol egy bizonyos költő vagy vers trendinek számít. Mert ugye azt mondod, hogy nem feltétlenül trendi. Szerintem nem is lenne ildomos megjelölni egy-egy költő munkásságát azzal, hogy tudom, hogy megteszik sokan, hogy trendi vagy nem trendi, de akkor itt nem feltétlenül azt szerint válogattál, hogy trendi legyen, ezt a részét értem. Igen. Például még egy régebbi zenekaromnál volt egy ilyen, hogy erre reagáljak, hogy egy saját dalszöveg volt egy régebbi zenekaromnál, és ott, ahogy írtam a szöveget, akkor beugrott egy Arany János sor. És akkor azt beillesztettem természetesen megjelölve a forrást, és akkor utána egy ilyen lemez kritikába leírták, hogy az pedig, hogy manapság beilleszteni egy Arany János verset a 21. század elején, azt mindenki döntse maga, hogy ez mennyire aktuális vagy trendi. Tehát most valahogy ilyesmire gondoltam, amit az előbb mondtam. Igen, úgy nagyjából sejtettem, csak megint attól tartottam, hogy esetleg valaki félreérti, ugye, hogy mi az, hogy mi az, hogy jó, trendi, igen, ebben nem szerencsés szó használat, de most jobb nem jutott eszembe, hogy trendi, most igen, ezen rugózhatunk. Igen, sőt, ugye ráadásul a trendi manapság általában ugye pejoratíve jelenik meg, tehát ami igen. Nem is olyan régen beszélgettem ugyanebben a stúdióban egy neves művésszel arról, hogy ami ma trendi, attól ő elhatárolódik, tehát ez sem feltétlenül érthetetlen és értelmetlen. Na nézzük a további üzeneteket, 0637-149-6720, nagyon szépséges, így szól már a következő üzenet, és így folytatódik, annyira jó, hogy zeneileg kibővült a zenekar, köszi Újhold. Aztán Niki írja a következőt, veszem a műsort, tanár úr, köszönjük, hogy nem íratta meg ma a dolgozatot. Na, tanár úr. Szívesen. Niki. Nem akartam a téli szünet előtt. Niki, és csak neked súgom meg, hogy a tanár úr nem látja, hogy egy icipici helyesírási hibát is vétettél ebben a mondatban. Legközelebb jobban figyelj arra, hogy a köszönjük szót hogyan írjuk, de tanár úr nem tud erről. Nem árulom el neki. Nem látok semmit. Pilinszki következik, az Újhold. Maga van, a pórusait látni, mindene olyan óriás, mindene oly parányi. A többi annyi volt csak, elfelejtett kiáltani, mielőtt földre roskat. Félelmetesen maga van a pórusait látni, mindene olyan óriás, mindene oly parányi. Félelmetesen maga van a pórusait látni,
közül megáll a kocka csendben, mint vetített kép hunyorod, rabruha és vegyenc fej, félelmetesen magabad a pórusait látni. Mindene olyan óriás, mindene oly parányi, félelmetesen magabad a pórusait látni. Mindene olyan óriás, mindene oly parányi. Köszönjük szépen, hogy ma is tudomásul vették és megértették, hogy szeretnénk SMS-eket olvasni önöktől. Mert hogy ugye ez egy interaktív műsor, véleményt lehet nyilvánítani, kérdéseket lehet feltenni, például az Új Hold zenéjével kapcsolatban. Ismét érkezett egy kérdés SMS-ben, ami tulajdonképpen annak ellenére, hogy korábbi műsorokban is előkerült, mégiscsak fontos ezek szerint a hallgatók számára, mert hogy azt kérdezi valaki, hogy amikor olvassa a verset az alkotó, akkor megvan-e már a dallam a fejében? Érdekes kérdés, Laci. Érdekes kérdés. Általában nincs meg, de volt olyan, hogy megvolt. Volt olyan, hogy elolvastam a verset, és már rögtön megvolt a ritmus a fejembe, és fel is vettem rögtön a hangrögzítőről, hogy el ne felejtsem. Vagy József Attila és a Ritkás erdő ala. Mert az teljesen adta magát. Tehát van ilyen, persze. Meg az sem véletlenül, hogy József Attila az előző album, és itt is elég nagy számban fordul elő a lemezen, hogy tehát az ő versének a ritmikája, a dallama, az teljesen felkínálja magát a megzenésítésre. Hogy néz ki egyébként, ha már itt tartunk, Gyuri, az alkotói folyamat? Megérkezik a főnök, és így kiosztja a feladatokat, vagy hát demokrácia van? Én ott kapcsolódom be ebbe a munkába mindig, amikor Laci lehozza az ötletét, egy szál gitárral énekel. Általában egyébként már úgy is megszólalnak ezek a dalok. És akkor nekem abban van nagy szerepem, hogy hogyan öltöztetjük föl, hogyan fog ez később kinézni, milyen hangszíneket kap. És akkor ezen van, hogy azonnal jön valami ötlet, és akkor már egy a fejembe van, és akkor úgy keresek hozzá a hangszín, de van, amikor maga mondjuk a szintetizátor megadja a választ, hogy keresgélek, és akkor hú, ez milyen jó, és akkor ezt fel lehetne használni, és van, amikor így alakul ki. Vitatkozni szoktatok? Előfordul, hogy nem értetek egyet? Igen. Tehát egy zenén nem nagyon, nem emlékszem ilyenre. Általában ebbe egyetértés szokott mondjuk lenni. Ez zenekari tagok esetében ideális, hogyha nem vitáznak túlságosan sokat. Akkor valószínűleg ugye a közös munka is könnyebben folyik. Igen. Mondd, Laci. Nem csak én tagadom, hogy valóban ez nagyon gördülékeny. Ugye nemrég kaptunk felkérést Vörös Sándor emlékestre is, és akkor ott is hát ugye elég szűkös volt az idő, hogy felkészüljünk, és ahhoz képest kevés időnk volt próbálni, de mégis sikerült összerakni ezeket a dalokat úgy, hogy megszólaljanak rendesen. És pont azért, mert nagyon simán tudtunk együtt dolgozni. 0637-1496-7-20, Zsú írja a következő SMS-t, a vers is olyan, mint a zene, a napi hangulatodnak megfelelőt találsz. Aztán egy lábjegyzet, ha Grécsi Feri leszel, egy darab SMS-t se nyomkodok. Zsú kedves, mikor kritizáltam én a te helyesírásodat? Meg úgy egyáltalán, mikor kritizáltam én bárkinek a helyesírását? Az előbb is csak egészen halkan jegyeztem meg valamit, ráadásul nem is a te üzeneteddel kapcsolatban. De köszönjük szépen az SMS-eket, még egyszer mondom, az SMS számot 0637-1496-7-20, és ha már emlegettük József Attilát, akkor jöjjön a Nem emel föl az Új Hold előadásában. Thank you.
lett árva. Ott összeformáló alak, s amire kényszerítnek engem, hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben. Tudod, szívem, vígj is, gyere, ne viszonozd a tagadásom, ne vakíts meg a lelkemet, néha engedd, hogy a mennybe lásson. Tudod, szívem, vígj is, gyere, ne viszonozd a tagadásom, ne vakíts meg a lelkemet, néha engedd, hogy a mennybe lásson. Már aki izgondjaid magamra vettem, az árnyék világ árkait, most már te őrködj, én felettem. Nincs meg mindkiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám. Vizsgáld meg az én ügyemet, mielőtt magam feláldoznám. Tudod, szívem, mégis gyerek, ne viszonozd a tagadásom, ne vakíts meg a lelkemet, néha enged, hogy a mennybe lásson. Tudod, szívem, mégis gyerek, ne viszonozd a tagadásom, ne vakíts meg a lelkemet, néha enged, hogy a mennybe lásson. Tudod, szívem, mégis gyerek, ne viszonozd a tagadásom, ne vakíts meg a lelkemet, néha enged, hogy a mennybe lásson. Tudod, szívem, mégis gyerek, ne viszonozd a tagadásom, ne vakíts meg a lelkemet, néha enged, hogy a mennybe lásson. Az Új Hold zenekart képviselik vendégei ma este itt a Folka vezéradásában Krasznahorkai László és Hellenpárt György. Gyuri, rád is kíváncsi valaki a hallgatóink közül, mert hogy így szól a következő SMS, László kötődéséről az irodalomhoz már hallottunk. György hogyan kötődik a költészethez? Csak belesodródott a zenekarba? György? Nem. Hogy esett ez veled? Hát mindig is szerettem volna egyébként verseket megzenésíteni. Magam is próbálkoztam még ilyennel korábban. És amikor Pestre kerültem és zenekarokat kerestem, akkor már elvállaltam két másik felkérést, és a Laci az később érkezett. De annyira megtetszett az ötlet, hogy azonnal igen mondtam erre is. És hát nem mondom magam műértőnek, de lelkes műkedvelő vagyok, tehát hogy igyekszem, amennyi szabad időm marad, abban olvasni, meg hát a verseket különösen szeretem. Talán a kedvenc költőm József Attila a magyarok közül. Úgyhogy... Szívesen csinálod, és nem testidegen számodra ez az egész, ezt mindenképpen örömmel hallom. A többiekről is ejtsünk néhány szót, Marci igen, és a többiek. Igen, csak röviden, mert kevés időnk van. A doboknál Takács Márton, nagyon régi kedves barátom és zenésztársam. Ugye így, hogy ilyen, mondhatom azt, hogy rokkosabb lett ez a zenek, hát itt a dobnak jóval nagyobb szerepe lett. Közreműködött még a lemezen Lakner Ádám, szintén régi zenésztársam, basszusgitáron. És külön köszönet illeti Balogh Csabát is, aki tulajdonképpen ezt az egész lemezt a végén gatyába rázta, hogy így fogalmazzak, tehát a hangmérnök, és rengeteg ötlete volt a hangzással kapcsolatban, és így segítette, hogy ez a lemez létrejöjjön.
Köszönjük szépen azt az üzenetet is, amit az a kedves hallgatónk küldött, akit állítólag pont néhány nappal ezelőtt egy másik műsoromban szintén tűzbe hozott egy új album, mert hogy ezt írta, a héten már a második album, amit tűzbe hozott, és azt kérdezi, hogy lehet-e a világhálón ilyen lemezt rendelni. Természetesen lehet, a zenekar honlapján keresztül meg lehet rendelni a CD-t, tehát ott fent vannak a kapcsolatok és az elérhetőségek. Koncertetek lesz? Kérdezi már valaki más. Nagyon jó kérdés. Ugye milyen jó? Mondani, magam is feltettem volna. Nem sokára lesz, holnap, december 20-án fogunk zenélni. A belvárosban, a Filter Klubban, ez az Almási utca egy szám alatt található, közel a Blaha Lujza térhez, este pontos 9 órai kezdéssel fogunk játszani, egy másik zenekarral, a nulladik változattal. Ha már itt tartunk, megvannak a lehetőségek a fellépésekre? Vagy sokkal többet is járnátok, hogyha lehetne? Hát ez egy összetett kérdés, járnánk többet, hogyha lehetne, de nekünk is többet kéne ezzel foglalkozni, de ugye mindenkinek van elég dolga, ugye a civil életben és a munkahely, magánélet, stb. Tehát amennyit tudunk, annyit foglalkozunk ezzel, lehetne többet is. Szerintem lehet koncertezni, meg eljutni helyekre, de ez utána kell járni. Meghívásokat is kapunk részben, mi szervezzük, de hát ezzel is foglalkozni kell, de azért azt mondom, hogy megvannak a közegek, ahol ez a műfa is megmutathatja magát. Születnek-e újabb alkotások, kérdezi, megint már más valaki, mind a kettőtök válaszolhat rá. Korábban adtunk egy választ, hogy vörös verseket csináltunk meg mostanában, nem is keveset, 6-ot. Igen, tehát tulajdonképpen csak most jött ki. Ugye nagyon friss ez az új lemez, de már mondhatom azt, hogy a fele kész van az új lemeznek. És vannak még ezen kívül is ötletek. Hát itt tulajdonképpen akkor lehetne már külön is választani a költőket. Tehát mondjuk a következő csak Vörös Sándor. Egyébként az eszembe ha már 6 vers megvan, akkor furcsán néz neki, hogyha mondjuk 6 Vörös Sándor vers, és 6 másik vers. Igen, az valóban furcsa lenne, igen. Ezen már egyébként gondolkodtam én is, hogyha egy költőtől több vers összejön, akkor lehetne kimondottan úgy lemezt csinálni, hogy ezt csinálták többen is, például a Kaláka zenekar, vagy többen. Na, ugye mondod, Laci, hogy csinálták többen is, éppen az irányú panaszát fogalmazta meg az egyik hallgatónk, hogy idén, tehát 2013-ban nem voltunk elkényeztetve ilyen téren, mert hogy így kezdte az SMS üzenetet, hogy nagy hiányt pótol ez a verses zene műsor. Hát van benne igazság. Ti mennyire figyelitek a konkurenciát, a zenésztársakat? Mennyire születtek verslemezek idén? Hát egy-kettő született, arról olvastam. Tehát én is böngészgettem ugye az internetet, meg annak olyan a honlapok, ilyen kulturális irodalom, és hogyha ott megjelenik, akkor én is tudok róla, vagy hogy a kezembe akad. Így tudatosan nem követjük, de hogyha eljut hozzánk. Hát néhányról hallottam idén, de örülök neki, hogy akkor mi ezt a hiányt egy kicsit esetleg pótolhatjuk. Nem is vagytok vele egyedül, mert én is nagyon-nagyon boldog vagyok, amikor egy-egy műsorra azt mondják, hogy hiányt pótol. Viszont az is eszembe jutott, hogy kevés adott esetben az, hogy valaki verset zenésít meg. És megint nem szeretnék senkit megbántani, születnek versfeldolgozások, megzenésített versek. Az is előfordult idén is, tavaly is, korábban is, hogy valaki küldött nekem megzenésített verset, küldött nekem rockdalt, küldött nekem félterpeszes szintetizátoros slágergyanús nótát. Nem minden esetben közelítik meg ezek azok azt a színvonalat, amire úgy bátran azt merném mondani, hogy szívesen megmutatom a tisztelt hallgatóságnak. Tudom, hogy ez egyébként szubjektív dolog, hogy mi az, amire azt mondjuk, hogy jó vagy nem. Hát én mindig örülök, ha egy jó verset hallok jól megzenésítve. Hát az új hold szerintem azon van, hogy így cselekedjen. Jól gondolom, ezt tudok.
Természetesen. Ráadásul ugye egyre jobbak, tehát a krasznahorkai is megérett, mint a jó bor, ugye ez már kiderült a műsor elején is, egyre többen veszik körül a zenésztársak, tehát ezzel sincsen probléma. Hát akkor boldog ünnepeket kívánok nektek. Viszont kívánjuk. És egy sikerekben és teendőkben gazdag 2014-et. Köszönjük szépen. Az Újhold zenekar színeiben Krasznahorkai László és Hellenpárt György volt a vendégem a ma esti folkavezérben, és azt már most megsúgom, hogy a mai folka zeneórában a friss hírek után az elejétől a végéig megmutatjuk önöknek az Újhold Elillant évek szőlőhegyén című albumát, és most jöjjön a címadó nóta. Az elillant évek szőlőhegyén, s vidáman budjan torkomon a szüreti ének. Ónos csapó esőben ázom svöröskék, szőlőlevelekkel hajló fejem megkoronázom. Fenyigéket hajtogatom, részek korsú macs lassan gőggel magasra lépek. A csúcson majd talán megállok, földhöz vágom. A boros korsú csvidám jó éjszakát kívánok. Jó éjszakát kívánok. Jó éjszakát kívánok. Jó éjszakát kívánok. Az eredeti népzene és a könnyű zene különleges találkozása.